Sziasztok! Csöves erősítő, kompenzálások, 1 kHz-es négyszög, milyen fontos dolog, ugye? Hogyan is van ez? Na, fussunk egy kicsit előre, álljunk vissza 1 kHz-es színuszra, és ezt így látjuk, és ez kópon, hogy jaj, de szép! Mindjárt megmutatom, hogy hova mérünk, csak közben azt akarom mondani, hogy az egyiket ezt már invertálom. Értelemszerűen itt meghajtottuk egy generátorral, most 1 kHz színusszal, majd nem ez a lényeg, hanem majd a négyszög, ugye, mert a legfontosabb jel a négyszögjel, a nagyon gyors felfutású négyszögjel, és hol is mérünk, ugye, nem akárhol, csak olyan jó nyúkán itt a 400 voltok fölött, inkább leteszem ide, mielőtt átégett papírral együtt mindenemet. Itt mérünk, itt ebbe a közös csomópontba itt. Látod? Most a rajz egy kicsit kusza, zöldébe berajzoltam itt a rács előtt, van egy 510 ohm, meg ott is. Egy ilyen, meg itt van egy 8,2 kg, annyival változott a rajz, egyébként itt van. És ezen a ponton, meg ezen a ponton, azaz a katodin utáni, meghajtófokozat utáni, csatolókondi utáni pontok között mérjük az 1-es-2-es sugár, és ugye a katodin anód rész, ez ami ide jön, ez a lila sugár, ez a katód rész, meg a sárga sugár. Na, jaj de szép, jaj de jó, hogyha megnézed, milyen jó együtt fut a katodin, de örülsz, és annyit kell tudni meg erre az erősítőről, ezek az összecsavart rózsaszín fehér vezetékek. Ez itt a meghajtó csőnek, ugye, látod, hogy milyen, a rácsa, meg az anódja, össze van tekerve. Azaz, itt a meghajtó csőnek az anódja, meg a rácsa, a 7-es, 8-as lába, ez az így össze van tekerve, meg itt is a 2-es, 1-es lába így össze van tekerve. Miért van összetekerve? Ide, képzelje el kicsike kapacitást meg ide. Hát ugye centinként egy pikó, ez ugye a Jose-féle kapacitás tétel. És oda, hogyha beleteszel állítható kapacitást, akkor tudod kompenzálni a mit is. Na, hát akkor négyszög átvitel. Váltsunk már át a négyszögre. A várva várt négyszögre. Ó, milyen szép! És akkor egy kicsit idő alapon pörgessünk, ugye? De így is látod, hogy a lilának van egy kis túllövése. Jaj, nem, ezt rossz gombot tekertem. Így kinyújtva, és akkor most inverteljük, hogy egymáshol legyen. Gyönyörű szépen látszik, hogy a lila az jobban túl... Már megint rossz gombot tekerek. Hát ott a lila az ott túl lövésesebb. Azaz az anód oldali katodi hiba. Na de, hogyha itt ezekkel a kapacitásokkal szépen tekergeted össze meg szét, akkor ki tudod kompenzálni ezt, hogy ne legyen gyorsabb az egyik oldala, mert ugye gyorsabb túllövés, mert ha hiszed, hanem ez gyorsabb, ott a két rise time a liláé, az 3 mikroszek, a sárgáé meg 3,8, ugye? Lassabb az egyik oldal. De az erősítő a 6 mikroszekes, az egész a csövek, mert a trafó után műterhelésem. Itt azért még dupla sebességgel pörögnek a dolgok, gyorsabban futnak fel a négyszögek, de sajnos ez ilyen, úgyhogy itt most ezt itt összetekervény ki fogjuk kompenzálni. Ahhoz ugye le kell kapcsolni az erősítőt, és azon, ezen az oldalon össze fogok még tekerni az anód oldalon, hogy lassuljon a lila. Mondjuk egy kettőt összetekerek az, hogy lehet egy hármat is, mert akkor az egy olyan 2-3 pikofarád, mert hogy a 3 sokra, csak az a baj, az le kell mindig forrasztani, azt ki kell kapcsolni, mert itt nem illik itt nyúkálni forrasztópálkával az erősítőn a meghajtásom, de ez nektek egy pillanat lesz. Még a fránya pálkára kell várni, de nektek mondom, hogy pillanat lesz, mert mindjárt bemelegszik, mert ezt kivágjuk, és akkor ezt itt leforrasztom, tekerek rajt kettőt, és visszaforrasztom. Most van leforrasztva, és akkor egyet, csak egy kézzel ugye nehéz, meg kettőt,
Összetekerünk. Elég lesz. Szerintem kell a 3. Lett belőle 3. Tápra fel, aztán melegítsük be. Meglátjuk, hogy mi lesz ott. Ugye természetesen az erősítő műterhelésre dolgozik, hogy a rajta végcső meg minden. Mindjárt beállnak a munkapontok, és ha jól csináltunk mindent, akkor visszalassítottuk a lilát. Hát lehet, hogy a 2 elég lett volna, lássátok. Mert a lila most 4,8 és 4,6 a sárga. Ugye? Egyet szét kéne tekerni sajnos. Túlságosan összetekertük. Túlságosan. Úgyhogy le kell állítani. Hát a 3 az 2, ez elég lesz. De próbáld meg ezt egy nyákos erősítővel, légy szíves, mert azt azért megnézném. Na, kivettem bőle egy tekrendszelést, és a tápolat, ja, nem. Felejtettem be, ugye már 2-20-t azért kiszoktam bőle húzni, amikor nyúkálok benn. És akkor melegedjetek. Ó, milyen klafa. Szóval most, jók vagyunk, akkor jók vagyunk. Még azért lehet egy kicsit csalni. Ugye, még az most gyorsabb. Még azt tudod csinálni, hogy a másikat egy kicsit jobban szétfeszegeted. És most körülbelül együtt futunk. Jaj, levertem az egyiket, pont azt, amelyiken a trigg volt. Na. És akkor most, ha megnézed, nem tudom mennyire éles a kép, akkor 3,9, kicsit gyorsabb a lila, de ennyi még úgy ahogy elmegy. Pam, paralam, pam, pam. Ja, már megint rossz gombot tekerek. Kicsit kényelmetlenre van. Na, most azért már szebbek ezek a dolgok, és akkor most visszaállunk itt színuszra, és akkor most a két elemes nézzétek meg, de jó, hogy nem fér bele a sárgának az elemes értéke. Kivettem azt a mint, és akkor elemes sárga 374, elemes lila 373. És ugye ezt most be lehet állítani, ez most egy 1 kHz, mert itt van ez a poti, amivel be lehet ezt állítani. Szépen be is állítjuk. Akkor legyünk precízek. 373, 373. Kezdjük-e változtatni a frekit? Hát persze fölfelé. Nézzünk meg egy 10 kHz-et. És ha itt megnézed, akkor 368, 370. Most nagyon jól együtt vagyunk. Az előbb nem így volt. Bánom, hogy ezt nem mutattam meg, és 20 kHz-en még nagyobb lesz a különbség. 364, 359, tökéletesen ugyanakkora. Szóval ez most tökéletes lett. És mindezt az 1 kHz-es négyszögnek a túllövéséből lehetett megmondani, és gyönyörű szépen kikompenzálni. Most a másik csatornát megmutatom, mert az hát, ha átkötünk oda, jó? Pillanat. Farba trükk! Tadám, át vagyunk kötve. Itt most 4,28 lila és 4,9 a katód felőli jel. Ugye látod, itt azért nagyobb a különbség. Menjünk vissza 1 kHz-re. Ott tekerem, hogyha valakit érdekel. És ha jól tudom, ez ki van, 387, 386. Szóval látod, 1 kHz-en be van állítva, hogy ugyanannyi. Nem lenne kontakthibás ez a vacak, akkor itt nem ugrálnának ezek a jelek. Jó, talán. Szóval 386, 385, az tökéletesen ugyanannyi. Ha megint ugrálunk, de ez annyi. És amikor elkezded a frekit növelni, 10 kilón, akkor itt 4,15, és 4,11,
Itt már emelkedett, de 20 kilón. Itt nincs akkor át. Másik csatorna durvább volt. Itt meg már 4,2 és 4,04. Úgyhogy most visszaállunk 1 kilóra. Freki. 1 kilohertz. És kérünk egy négyszöget. És megint ugyanazt látjuk. Bár itt most mind a kettő túllövéses. Ez miatt van az. És most az egyiket, a kettes csatornát meginvertáljuk. Akkor ugyanúgy egymáson vagyunk. És látjuk a két Rheinstar, ott ugye 3 a lila. És 3,5 a sárga. Szóval itt is a lilán egy kicsit össze kell tekrencelődnünk, hogy az ott eltűnjön, vagyis hát, hogy egybe simuljon az a kettő görbe. Magyarul itt is az anódról érkező jel, azaz ez, annak ezt a vezetékét még egyszer össze kell tekerni, mert látszik, hogy nincs annyira összetekerve, mint a másik. Ez okozta a hibát, azaz egy más kapacitás van. Ezért nagyon veszélyes. Csak ahhoz ugye le kell kapcsolnunk az erősítőt, kihúzni. Még addig lehúzom róla innen a szkópot, mert itt útba lesz, hogy forrazgatok. És ugye lehet, hogy egy elég, most azt nem néztem meg, mennyi a különbség. Lehet, hogy itt egy tekerés elég lesz. Szóval leforrasszuk itt az anódos részt, a lilába volt gondunk, és egyszer pluszba összetekerjük. És visszaforrasszuk. Leforraszt, összeteker, és visszaforraszt, és mehet be a 220, és kapcsoljuk be a tápot, és csiptessük vissza a szkópot, amíg melegszik. Ugye katódos oldal a sárga gyűrű, a lila gyűrű, azaz a lila sugár az anódos oldal, nevezzük úgy, és mennyire sikerült egymásra fektetnem a két sugarat. Ha nem is látod, ugye fölületeszem a sárgát, akkor az ki is takarja, tökéletes. Ha megnézed a Rheinstein-okat, 3,9, 3,70 valami, szóval tökéletes. Tökéletes. Nagyon picit gyorsabb az anód oldal, se baj, és akkor most ugye visszaállunk háromszögre, színuszra, és megnézzük, meg kikapcsoljuk az invertálást a kettesen, hogy így lássuk, és így már ugye 1 kHz-en vagyunk, 418 RMS és 416 RMS, egy nagyon picit alacsonyabb, ezt nem is érdemes belenyúlni, a lila egy század voltal, és akkor kezdjük el pörgetni a frekit. 10 kiló. Most mit láttok? 4,12, 4,11 és 20 kiló, majdnem, hogy a magasok nem mennek most már. 4,16, 4,16 tökéletesen sikerült. Szóval sikerült kikompenzálni az erősítőt úgy, hogy a meghajtás az frekvencia függetlenül a hangfrekis sávval az teljesen szimmetrikus legyen, mert hát a katodinnak ugye ez nyugje, hogy érzékeny egy-két dologra, mert ugye mondják ezt, hogy anód köri más ellen, amíg impedanciás meghajtást, meg ilyeneket tud, hát, de ez egy Williamson kapcsolás, hogyha a katodin direktbe hajtaná a végcsövet, és itt nagy áramok kellenének, ugye, mert a végcsövet meghajtani azért már kellenek ilyen picike kis áramocskák, ezt a meghajtócsövet meg nem, szóval ez úgy leválaszza, azaz annyira nincs ez elterheve. Viszont mégiscsak egy dolog van, ami miatt a katodin allergiás. Pontosan az, amikor valami nagyon gyors történik. 1 kHz-es négyszög felfutás. 4 nanoszekes felfutás tud a jelgenerátor, szóval ő 4 nanoszekes felfutású idővel rendelkező négyszöggel küldi. Szóval egy irgalmatlan gyors változás történik itt, ez a fokozat mondjuk átvisz valamennyit, most nem fogok itt megmérni neked, hogy ott mennyit, és a katodint itt is egy rettenet gyors változás, egy nagyfrekis, sok nagyfrekis összetevő, ugye, mert a négyszög a sok nagyfrekis összetevőbe alakul ki, most ezt hagyjuk, erről már volt szó, a négyszög jel, hogy épül fel videóba. Hogyha itt nagyon gyorsan meglököd a katodint,
akkor ez nagyon gyorsan válaszolni fog, csak mivel ez hajtja a következő fokozatot, és itt nagyon gyors dolog történik, a következő cső, még akkor is, ha nagyon picike rács áramot, szóval szinte semmit nem igényel, mert meghajtó cső, de nagyon gyors változáson mégis egy picikét igényel. És akkor kisöntöli a katodinnak az alsó tagját, és akkor ez úgy fog működni, mint egy anót követő végül is, vagy hogy mondjam, hogy itt hirtelen ezt a részt, ezt itt rövidre zárja a cső, nekem nem zárja rövidre, csak egy kicsit beterheli, úgymond. Ennek hatásra megnő az anótköri ellenállás erősítése a fokozatnak, és azért lesz ott egy hirtelen gyorsabb erősítés, szóval gyors változásra a katodin egy kicsit el tud moszorogni. De most ezt itt most szépen kikompenzáltuk, és most tökéletes az egész erősítőnk. Egyébként van benne még ez a 71 pikó, ami még nem szerepel a rajzon, ez a kis Silver Mika, ez pedig ide belekerült, ide a két szint, ahol mértünk a két pont közé, szóval két rácsot, ott, de jó, hogy nem azt néztétek, amit mutattam, szóval ide meg ide be van kötve egy 71 pikós kis kondenzátor, ami kicsit lassítja az erősítőt, természetesen meg lett mérve, hogy 20 kHz-en ez nem okoz egy 2-3 század dB csökkenést okozott, azaz nem mérvadó, viszont nagy fleki szempontból rontotta az erősítőt, azaz a gerjedék. Hát ugye ezért nem szabad nagy sávszéllel dolgozni, mert minek dolgozna nagy sávszéllel egy erősítő, most már csak azért járatom, mert ha már ennyit járatuk az erősítőt, akkor rá fogunk nézni a végcsövekre, ilyenkor érdemes. Mit akartam mondani? Talán azt, hogy álmos vagyok, fáradt vagyok, meg fogjuk hallgatni, hogy szól legalább. Sziasztok, és iratkozzatok fel!